Hát szervusztok, az imént pakli összeállítás közben jöttem rá, hogy némi dásztra szükségem lenne, ismételten. Úgyhogy ennek örömére úgy gondoltam, hogy akkor most vennék még némi paklit. Úgyhogy vettem is, és ezeket most akkor így szakrálisan kibontjuk. Na nézzük. Vannak nyilván preferenciáim, hogy miket szeretnék. Na mutasd magad. Epic, nem. Kivárjuk szépen. És... Ancient of War. Szerintem ő megvolt. De ha igen, akkor ezzel az epic mennyiségemre is van tudva. Egy Ancient of War-on biztos, hogy volt szerintem. Remek. Mind meg volt, természetesen. Különös érzékem van a Rare első körös megtalálásához. Hát... Nem sok jót tudok elmondani eddig az epic óta. Divine Favor-ról már a hanyadik. Nem ma, hanem úgy általában. Ho-ho-ho-ho-ho! Micsoda kör ez, gyerekek! Jó, legyünk türelmesek. És az epic? Faceless Manipulator. Ez tök jó, mert pont ez az egyik lap, amit szerettem volna, és a legendás. Lorewalker csó. Hát... preferencia listám olyan szerepel, de örülök neki. Ez csúnya lett volna nyitni még egy legendást. Remek. Na nézzük, az Ancient of War-t be kell adasztolni. Úgy tűnik, hogy nem. Jó. Na ezzel ma megint értékes lapokkal gyarapodott a szerény kis matricás albumom. Méghozzá akkor Ancient of War-ból ő a második. Betrayal-ből ő a második. Ford Lightningból második, Armorsmithből második, az Amani Berserkerből második, Lore Walker Chobol első és első Faceless Manipulator. Remek lap. Nagyon-nagyon jó. És klasszik, úgyhogy nincs vele gond. Chó is klasszik, sőt vele ugye találkoztunk is a legutóbb bemutató epizódban, úgyhogy ő annyira klasszikus. Jó. Akkor ez most ennyi lett volna. Az új paklival, amivel készülök, azzal pedig majd még jönni fogok, de nem most, viszont most elmegyek és örömködök és örömtáncot járok az új lapjaimmal. Sziasztok!